Shoot. Csak a probléma van velük. Nem, az a baj, hogy a bázisunk ugye nő, és egyre közelebb vagyunk ahhoz, ami forró. Hűteni meg nem nagyon bírunk. Semmit. Tehát, hogy nincsen hatékony hűtés a játékban. Nincs, nincs. Majd csak a végjátéknál lesz. Hát ezek a termonullifikátorok lennének azok, de ez meg, az meg idő, amíg eljutsz odáig. Így van. Mondjuk jobban megbecsüljük ezek után őket, de ez más történet. Tehát magyarul az elején fel kell deríteni, hogy hol van ilyen termonullifikátor, meg hol van hidrogénforrás, és a termonullifikátorhoz kellett volna betennünk a gázhűtőt, ami hőt termel, és az semlegesíti a hőt. Uh-huh. De hát ezt mi honnan tudtuk volna előre? Ezt nem tudja senki. Még ki nem próbálja. Igen. Ó, te fiú, hát ez nem, igazán nem szép dolog. Eljutunk 300 ciklusig, meg 16 emberig problémamentesen, és utána megszívjuk. Hányan haltak meg? Ketten? Ketten. Egy? Kettő. De nem az a baj, hanem mondjuk most már a szennyvízünk is, mit tudom én, 80 fokos. Így aztán túlmelegedés miatt állandóan bemennek javítani, így aztán felmelegednek, szóval érted? Uh-huh. A 22-es csapdája. Ez abszolút. Hőguta. Nem az oxigén mennyiséggel van itt a baj, hanem az egész, a hőmérséklettel csak. Ez nagyon, nagyon durva a probléma. Van még, aki javíthatja a hidrogénpumpát? Elvileg én, nem? Igen. A Dementor. És ugyan elkezdődik a meleg, onnantól kezdve azonnal megállnak a növénytermelések, nem? Igen, igen. Éhezés jön. Beindul az éhezés ezerre. Az éhezők viadala. Hát 40 fok van a bázisban, átlagosan van, ahol 60, meg 50. Hogy került az ivóvízbe szennyvíz? Hát gondolom, hogy ott futkározott, ott valamelyik ott van egy luk, belepisált, nem? Ajtóhoz is hozzá lett adva, persze. De most itt néhány embert azért hozzáadok, mert muszáj. Hát valaki jusson már el odáig, hogy áramot termeljünk. Jaj, nem jutnak el odáig se, hogy megjavítsák ezt a... ezért... pumpát.
És mit küld? Embereket meg mókus. Csóri mókus, jó ügynök volt. Kár érte. Ezt meg kell zabálni. Hát nincs mese. Sőt, a holtakat is megehetnék, ha lenne ilyen parancs, nem? Nem ez az a játék, tudod. Tudom, sajnos. Annyira sajnálom ezt a bázist, most már olyan jó, kitaláltunk mindent is. Hát figyelj, egy dolgot tudsz tenni. Az a baj, most nem tudom, hogy a visszaállítás kés előbbi ciklusokra segít-e valami. Nem segít. Nem mi? Nem. Mert mondanám, hogy visszaállítanád egy 40 ciklus, vagy amikortól elindult a hidrogén, és onnantól még valamit esetleg gyorsan csinálni. Igazából az van, hogy hát azért logikus lenne, hogyha hűtjük a levegőt, akkor le is hűl. De nem. De ha a hidrogént nem csinálja meg, én nem tudom, besírsz. 9-es prión van már a hidrogénjavítás. A 9-es prión nem készül el. Dementornak nem engedélyezett a gázpumpa. Nem engedélyezett a javítás megbízás. Várjál már, van ilyen, hogy javítás külön? Én nem láttam ilyet, csak azért kérdezem. Dementornak nem engedélyezett a javítás, de miért? Én nem tudom. De nincs is ilyen fűrész, amiben melyikben van a javítás. Hát ez az. Ja, ambivalens katona tudnád csinálni, de nem. Mert az meg beteg dementornak, miért nem engedélyezett? Nem tudom. Most engedélyezett, és ez a takarítás volt, hallod? Takarítás. Persze, biztos, hogy fordítási hiba. De ez szerintem a halálaink fele fordítási hibából fakad. Uh-huh. Szóval főtekeri az áramot a dementor, utána meg mehet megjavítani. Hát meg 9-es a prió, persze. De nem, ott van, hogy alacsony, nagyon magas teendő. Alacsony prió a javítás, látod? Prió. Uh-huh. Dementor, és ez takarítás lenne. Sírok. Na most gondolnád, hogy a takarítás a javítás? Mert én nem. Én nem. Én sem. Tehát azért mondom, hogy kegyetlenül szar a magyar fordítás ennek a játéknak, és most ilyeneken megyünk el, hogy nem javít, mert hogy takarítás van odaírva. Hát a takarítás nekünk nem javítás.
De még mindig nem megy oda. Nem tudsz rámenni a Dementor, hogy küld oda, hogy megcsinálja? Nem, elmegy. Na jó, hát akkor viszont, ha a takarítás a javítás. Most már tényleg kiadom nekik, hogy legfontosabb, hát... Nézd meg, sárga riasztás van. És mit csinálnak? Elmennek szarni. Na szarás. Sárga riasztásban nem mennek oda. Akkor riadó van, öcsém. De riadóba sem mennek oda. Hallod-e? Hallom. Dementor állandóan azokat a szar kerekeket tekeri, nem figyeled? Na jó, de hát most ez megint egy izé, hogy a takarítás akkor... Tehát, hogy itt... hogy blokkolva lenne az exoszuit? Azt mondod a hulla miatt? De hát ott van a helyén az exoszuit. Így van, benne van abba a töltőbe. Megnézzük. Építetek velük sírt. Nem, mert a hullát se nagyon viszik ám el sehova. Ja, mert hogy az még nem az a halott. Öcsém. Túl sok a hulla. Pajasz szakács, nem? Ja. Túl nagy kérés egyébként, hogy csináljatok valamit, és ne lagoljatok. Hát ez a játék. Most igazából minden a félrefordítás miatt van, nem? Igen. Na, viszik a Devont. Eltemetik, jó, megint meghalt egy ember. Főépítész hányadék, hát ki más. Sárga riasztási fokozatba nem megyünk javítani? Hát ez kemény. Ez nagyon durva. Nem mennek oda. Ez komoly. Vörös riasztás nekik?
Mindenki elérhetetlen, azt mondja, hogy nem tudja teljesíteni, elérhetetlen. Ezek beköltöztek közbe ide? Hát de nem, ne basszál már föl. Mindenki elérhetetlen, azt mondja. Csinálnak minden más, csak azt nem. Jó, én tehetetlen vagyok az ügy érdekében. Tehát tehetetlen vagyok azzal, hogy sárga riasztási fokozatba basznak oda menni. Mert elérhetetlen, azt mondja. És ott teker fölötte, fölötte ott van. Mi az, hogy elérhetetlen? Komolyan. Nyisd ki! Senki nem jár erre felé. Ilyen se láttam még. Na most kinyitottam egy ajtót. Főgépész ütemterv szerint nem engedélyezett, elérhetetlen, nem engedélyezett. Nem értem. Mi folyik itt gyöngyösen? Takarítás, javítás, takarítás, aláírva. Priorizálásban a takarítás kb. Mindenkinek engedélyezett lesz. Itt akkor olyan tisztaság lesz ezen a bázison, amíg meg nem hal mind. Mind elérhetetlen. Nézd meg, azt mondja. De hogy? Ez egy olyan bug, amit nem fogunk kibogozni. Ez... Nem engedi be. Odáig engedi. És elmegy. Hát úgy csinál, mintha ez az ajtó
ezen nem lehetne átmenni, de mindenkit alapértelmezettel hozzáfér. Tehát, hogy mintha nem tudnának oda menni. Bozsd le azt az ajtót, egyelőre. Most mit tudsz csinálni? Azt visszaépíted, Max. Csak hogy lássuk, hogy egyáltalán bemennek-e, akkor már nincs ott az a zsilip ajtó. Erre krétázni kell, ezt nem lehet bírni így. Exosuit ávány bugol. Most vagyunk 3.32-nél, betöltöm újra, hát ha. Ja. Na jó, de ha ilyen bugok vannak a játékban random módon, az aztán csodás. Fordítási hibák és bugokkal nem lehet ilyen játékot, ennyire bonyolult játékot játszani. Nem, már itt is azt mondja, hogy elérhetetlen mindegyiknek. Prio, Devon, takarítás. Dementor, takarítás. Legalább az a kettő kapja meg. Na. Nézd már, és most megcsinálta. Szólj hozzá. Mert most visszamenték 9 ciklust, nem? Igen. Ott még jól működött valószínűleg, hogyha most így átállítottad. Ott már nem bírtam, akkor már baj lett. Igen, de ez volt a hűtőrendszer egyik fele, tehát hogy... Ja. Hát úgy, hogy hűtök le valamit, hogy nem kap áramot. Ja. Jó. Szellőzés, gázcsövek. Ezt mondja, hogy azt ott lebont. Rákötöttem a nagy gáztartályt, hogy nyomja bele. Sőt. Megint hülye ez a rendszer. Tudod, ez az egyirányosítás, ez nem akar neki menni. Szerintem csináld meg, aztán már ennyi stressz elég, nem? Aztán majd holnap majd megpróbáljuk helyrehozni. Én azt mondom. Persze. Csak próbálok hűtést csinálni, hogy legyen kaja. Persze, csinál csak. De az tény, hogy az ott bebagolt.
10, 5, 10, 10 és hát van itt mindenféle hőmérséklet, de elég jó nagy, tehát elég hideg dolgokat csinálunk. Tehát a mínusz 30 fokos ízét, csak mondjuk nem nagyon van itt levegő, de mindegy. És utána meg belagol, hogy nehogy véletlenül tudjak valamit csinálni. Szellőzés. Gáscső. Ássuk ezerre le egyébként a csövet, tehát próbálok a levegőztető rendszerbe még több levegőt bejuttatni, hogy keringjen. Viszont ahova kiraktad a kinyomót, oda tegyél létrát, mert nem fogják tudni ott fölépíteni a pumpa fölött. De azt elérik még. Elérik? Jó. Igen. Okay. Vákumba kint az aszteroid a szélénél meleg a levegő, vagy hideg? Hideg, de ugye a vákum az a legjobb szigetelő, tehát ahhoz mondjuk oxigént kell még kinyomni neki. Meggondoltam, jönnön a mínusz 60 fokos levegőt lehozni. Én is gondoltam már rá. Lehet, az lesz a következő. Mert hogy elvileg itt is, a Litland is van egy 30 fokos levegő, azt oda benyomjuk és csinálunk belőle hűvösebbet, az jó. Mert itt ha nincs légnyomás, itt azzal van a baj, hogy légnyomás nélkül meg nincs mit kipumpálni. Meghalt duplikáns, Dementor meghalt. No. Várjál, Exoszoid van. De jó. Kárét a jó ügynök volt. Nem értem. Én se. Próbálnám értelmezni, de az a baj, hogy ez valami olyan irgalmatlan nagy hőmérséklet, amivel nem tudunk mit kezdeni. Tehát nézd meg, hogy hiába pumpálok be,
mit tudom én, levegőt ide a kukacfákhoz. Egyhogy mire ideér, valamiért 30 fokos lesz a levegő, ami korábban még minuszos. Minusz fokos levegő, és valahol, ahol átjön a kukacfákhoz, a szigetelt gázcsővel a minusz fokos levegő valahogy pluszos lesz. Nem, most minuszos jön. Jó, minusz fokos levegő, és a hőmérséklet szerint, ha minusz fokos levegőt raksz be valahova, akkor az elvileg hűtenie kéne, nem? Hát de. De nem. De nem. Tehát, hogy ez nekem annyira nem tűnik logikusnak, hogy küldök bele, mit tudom én, akár csak 16 fokos levegőt, és a 30 fokos levegő nem megy lejjebb. Mellette ott egy fagykaktusz, mellette 40 fokos a levegő a fagykaktusz mellett. De miért? Ez azt jelenti, hogy ez a hűtési mód itt rohadtul nem működik. Tehát lehet, hogy a hidegvizes csövet kéne hűtésre használni? De hát akkor meg most az egészet át kéne építeni erre. Ja, mert a vizet lehet hűteni a csőbe, nem? Akár kiviheted az űrbe is, vagy valamelyik fagyos részre, és ott hűtheted. Aha. Ja. De hát senki nem mondta, hogy ilyet kéne tennem. Az se normális egyébként, hogy a gázt nem tudod, mondjuk egy hidrogént nem tudsz bepumpálni, mert tönkre megy a cső. Nem? De. Jó, hát én azt mondom, hogy legyen mára ennyi, és akkor legközebb új játék, nem tudok mit mondani. Holnapja. Nincs jobb ötletem. És akkor újból, akkor most már tudjuk, hogy mik a hibák. Hát abszolút, csak én űrutazni akartam nem. Ehhez képest, na mindegy. Jó, ha mindegy. Nem légkütés lesz, hanem vízhűtés. Jó, hát a sugárzó izét, kutatót, azt eleve nem kell felrakni oda a fazba. Tök fölösleges. Ja. Az biztos. Tehát a kutatásnak lehet akár egy külön szobája későbbiekben. Igen. Az tuti. Megint nem hoz normális semmit. Az jó, hogy megtaláltuk a hidrogént, de a hidrogén, hogyha ilyen problémás, akkor valamivel hűteni kéne. Tehát a hidrogén be nem tudsz pumpát tenni jelen állapot szerint, hanem végig kéne egy csövön vezetni egy hűvös területig. Ami nem is olyan cső, hanem ilyen, tehát egy épületcső, tudod? Igen. Jó, hát ilyenek, ezekre kell odafigyelni, hogy ezek itt meleget csinálnak kegyetlenül. A másik, hogy hát amíg a termonullifikátor nem működik, addig nem lehet a szennyezett vizet. Igen, azért kell kevesebb embert csinálni, hogy ameddig az alaprendszerek elkészülnek, a hűtési alaprendszerek is, tehát hogy akár egy hidrogén alapú termonullifikátor, tök mindegy, addig nem szabad sok embert behozni, mert melegedünk. Igen, mert amíg csak 10 ember volt, addig jól ment a bázis. Hát az emberek is termelnek hőt, de nem hiszem, hogy ők melegítették volna föl a 80 a gépek, fokra. A gépek. Igen, és a gépeket, de minden gépet el a francba. De a bázison nem lehet gép. Kb. Hát lehet sütni. Jó. Oké. Legalább tudjuk, hogy mit kell csinálni. Ez se jött össze. Pedig már teljesen belejöttem magam, hogy jó lesz. De nem lett. Nem lett jó. Én is. Nem lett jó. Jaj. Én azt hiszem.
az lesz ebből, hogy ma be kell baszni. De nincs jobb ötletem. Ennyi. Na jó van. Hölgyeim és uraim, ennyi lesz a mai livestreamünk Oxygen Not Included-ból. Örülök, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatását, feliratkozását, donéteket, csíreket. Az volt ma? Nem tudom. Mindegy. Szóval lényeg a lényeg, hogy mindenkinek köszönök szépen mindent. És akkor holnap találkozunk nagyjából ugyanekkor, ugyanitt, tehát ilyen délelőtt 10 magasságára beidőzítjük a kezdést. Egyelőre még nem ígérem meg mindenkinek, hogy minden nap 10 órakor, de megpróbáljuk megcélozni. És akkor holnap jövök, ezt meg aki akarja, az már visszanézi a YouTube-on is majd holnap. A tegnapit meg ma. És így tovább. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Legyetek rosszak. Sziasztok. Sziasztok.